Most egy kis chat jön, de én hangba. Hangba átmegyünk, és megbeszéljük. De lehet, hogy várjatok, ez nem is biztos, hogy az igazi XP. De. Hello? Most vagyok fázó hello, hello, várj a streamet leállítom. A, ismerős a hangod valahonnan. Nem te vagy az a srác, akinek koronavírus vagy. Nem, nem, én kamu vagyok, csak gondoltam, hogy én hírességgel szeretnék beszélgetni, mint ön uram. Igen, ja, hát én, én igen, nem. igen, igen, igen. <laughs> Én nem gondolkoztam ezen. De hogyha már így alakult, uh, szia, hello. Hello, hello. Mi a helyzet? Mesél? <laughs> minden oké? Okay? Hát ö nem, meg vagyok fázva, meg ilyenek, tudod, a karma, az így jött a videó után, nem tudom. De most Szi? őszintén, uh, például a Minecraft közösségben, téged így még így kedvelnek azok a Minecraft videósok, akikkel... Akik hasonló, hát, hasonló tartalmadságok, mint én, azok igen, akik minecraftoznak, de eltérő formában, azok szerintem nem. És te így, nem így tudom. objektíven, mint egy külső szemlélő, hogyha megnézed a videóidat, akkor így, így mit, mit látnál? Tehát, hogy ezt hogyan hogyan értékelnéd külső szemlélőként? Külső szemlélőként hány éves lennék? Inkább az értelmi szint az elsőleges szempont. Tehát, hogy gondolom azért nem ezen a szinten vagy a való életben. Tehát azért le kell, le kell, le kell egy bizonyos szintre. Á, de hogy nem, hogy a súlyba a hogy hogy mi is, rácsok? hát ez brutális. Gondolom mindenki mindenkit el... elküldesz a faszba, aki nincsen xp s termék, mert az egy csicska. É, persze, az egy... Na akkor úgy van na, a monarchia az iskolában, hogy így aki nincs xp s az így beleköpünk be, a Szerintem hát ez nem, főleg nem. 16 éven fölülieknek gáz, hogy nem hordanak xp s terméket. Én pedig hát például, igen. hogyha ilyet látok, azt le is köpöm az utcán. Koronavírus ide vagy oda, aki hát nem lelkolja a koronavírusos videódat, az nem ember, én azt mondom. De hát hogy... egyértelmű, tényleg. Hát De nem hogy nem akkor egy... el, erről te tényleg azt gondolod, hogy, hogy egyszerűen oké, okay, most nézik a videóidat, idéz, idézem kis taknyosok, és akkor ezt a helyzetet nem kell. Ugye, azt tudom, én azt hattam észre, hogy azért csináltam meg ezt a videót, mert ugye én mindig premierbe töltöm fel a videóimat, és a az az előtti lévő videóim premierével mindig írták, hogy úristen, de félünk ettől a vírustól, izé, és a többi. És akkor ugye észrevettem, hogy őket az érdekli ez a téma, még hogyha nem is tudnak róla minden információt. Ezt szűrted le? Hát, ne, nem, ez tény, gondolom, mert erről szólt a cset a premier előtt közben. De, hogy, azt szűrted le, hogy akkor, mert érdekli az embereket a koronavírusos téma, hiszen közel tízezren haltak meg benne, eddig is több mint kétszázezren megbetegedtek, és Konkrétan három után nem lettek nyitva a boltok, és bezárták az iskolákat. Abból azt szűrted le, hogy csinálj egy videót azzal a címmel, hogy a Minecraft falumban koronavírusosak lettek a falusiak. Hát nem, logikusan ez azért egy kis, egy kis hype is benne van, ugye bár, hogy azért erre biztos rákattintanak. Ilyen is kell, úgy gondolom. De azért de, legtöbb videóm... de, 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 de mi az, hogy kell ilyen? Tehát, hogy, tehát, hogy mire kell ilyen? Tehát hogy... Tehát, hogyha Igen, ez a videó ez nem e... létezne, akkor kevesebb lenne a világ, azt mondod. Tehát nem, erre szükség nem. van. Nem, én úgy gondolom, hogy ha. Ez, ez, szóval ez a csatorna, ugye, mint ahogy mondtad, gyerekeknek készít tartalmat, vagyis. A, a sok de, 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 de érted, a Minimax is gyerekeknek készít tartalmat, még a Zsédav is gyerekeknek készít tartalmat, a ked animation is gyerekeknek készít tartalmat, mégsem ennyire igénytelenül szar, mint a te videóid. Tehát, az, hogy. gyerekeknek készít valaki tartalmat, az alapjában nem rossz. Az, amikor négy önpromót tesz ebbe a videóid elejére, azt mondod, hogy gázak, hogyha nem hordják a te termékeidet, hogy moderátort adsz nekik, hogyha ezer forintot fizetnek az anyukájuk bankkártyával minden hónapban, ami feltételezem, hogy az anyukájuk bankkártyája, hiszen valójában nem lehet saját bankkártyájuk még, akkor azt mondom, hogy az már kibaszott gáz. Amikor telekúrod a 10 perces videódat száz reklámmal, miközben volt, hogy kisgyerekek nézik, és ezt most kimondtad, és mégis tele tudod kurni 10.000 reklámmal a videóidat. Ez hogy történhet? Hát van egy ilyen szabály YouTube-on, és ezt nem tehetnéd meg. Miért jön fel nekem Baz meg Györfi Pál a videódnál, aminek az a címe, hogy koronavírusosak a falusiak a minecraft amikor gyerekeknek készíted a videóidat. Ez hogy történhet meg 2020-ban? Hogy lehet így Mi... kiátszani ezt a rendszert? Ezt nekem kell nem kérdez, ami vagyok a YouTube üzé. Mi, a YouTube hát te, te is youtuber vagy, tiszta vagy a rendszer működésével. Youtuber, De az valószínű. Hát, bocs, Minecrafter? Nem, ez semmi. Egy, ez videókat töltök -e fel. Hát a Ami... YouTube, figyelj, de a youtuber, ez félreérted, a youtuber az nem egy pozitív jelző. A hát, youtuber hát, hát, hát. az az, akinek nagyon sok követője van, videókat tölt fel, azért ezzel egy hatszámjögyű összeget meg lehet keresni, nyilvánvalóan én is tapasztaltam, de, de nem tudom, hogy mennyit dob még bele az, hogyha 10 reklám van egy videóban, vagy 20, miközben három is lehetne, vagy kettő, Most alapjáraton miért kezd ennyire feltűnően csinálni? Tehát, hogy... Is anyukám nem tudom, én így kezdtem, így, így, kezdtem így, kezdtem így kezdtem Szóval én úgy vagyok vele, hogyha van egy öt éves, 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 éves gyerek, mondjuk. Van egy o, öt éves gyerek, tételezzük o, fel. Itt egy videó, ki ez XP, nézzük meg, sose láttam tőle videót, megnézi. Tele van a csak azt vesz észre mondjuk, nem azt, hogy reklámban, hogy egy percenként megáll a videó. Mondjuk még egy videóra. És lehet belőle pénzt keresni, hát épp ez a lényeg, hogy csak ezt veszed észre, hogy nyomatja neked a reklámokat, meg nem érti, hogy mi történik a háttérben. Hát Igen, épp erről és akkor legközelebb, mikor látja, hogy úristen, XP videót ajánlott fel a YouTube, hát akkor erre nem kattintok rá, mert. Akkor szinte tanulnak belőle azért, mert 10 reklámot tesz a videót, hát a megtekintés számaid nem ezt bizonyítják, meg a feliratkozó számod. Meg azt, azt mondtam, hogy... hogy, tanulnak belőle, de azt mondom, hogy aki így is megnézi a videómat, az nézze. Miért, nézze, miért ne tehetné meg? Külföldi, külföldi Minecraft-i és hasonló módon csinálják. De hát hatalmas szóval. botrányok voltak már ebből külföldön tiltott de a YouTube csatornát emiatt. Ott már... De, hát nem tudom, én külföldön ugye főleg inspirációt mondjuk Unspeakable, Rage Elixir, Preston Plays, ezek még a mai napig futnak. De hogy lehet ezekből ilyen, ilyen inspirációt szerezni? Tehát ez olyan, mintha a legrosszabb tulajdonságaikat hoztad volna át. Itt még egyszer mondom, nem azzal van a probléma, hogy Minecraft videókat készítesz gyerekeknek. Magyarországon Dogi Andi, Zsigdav, Csabinyó, tudok mondani olyan YouTube csatornákat, amiket mondjuk nem mondanám azt a gyerekemnek, hogy ne nézzem feltétlenül, mert még akár szórakoztató is lehet gyerekeknek. De hát konkrétan De a legrossz... Az, 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 más, az más. Figyelj, én uh, nem akarom mondani, és nem akarom őket megsérteni, nagyon jó tartom a tényleg, szóval ők, a, ők alapozták meg itt Magyarországon. Attól a más, hogy ez szar, ők meg jók, nem, én arra gondolok, hogy ö, mikor kezdték meg a YouTube-ozást, 5-6 éve, nem tudom. Akkor mi volt? Vagy akár James szóval vegyük akkor őt. Pálya végigjátszós videó, 500. rész. Minecraft Hardcore, 500. rész. És van olyan gyerek, akik már ez nem érdekel. Biztos van, aki még érdekli a modos de, akkor mi, mi, de mi most a mostani gyerekeket azt mondod, hogy az érdekli, hogy soha ne adj rossz pizzát a falusinak? Hát ezt te igen, teremtetted igen, meg. Igen, te hát igen, teremtetted igen. meg az igényt ezekre a videókra, mert ezek nem nagyon léteztek. Tehát ezeket lemásoltak. De akkor megvan rá az igény. Akkor megvan rá az igény. Érted nem. az igényt azt nem a gyerekek döntik el, fingjuk nincs a világról. Ezt te döntöd el, hogy milyen igényük lesz a gyerekeknek azzal a tartalommal, amit készítesz. Hogyha más referenciákat adsz a gyerekeknek, akkor nem lesz ilyenre igényük, mert nem tudják, hogy létezik. De ez energiakimélős, még több pénzt is hozna, mint hogyha energiát fektetnél a videókba, napi szinten lehet kitolni ezeket a szarokat, miközben, mivel nem tudják, hogy van olyan alternatíva, ami normálisabb, ezért megnézik ezt a szart, mert ki tudja, lehet, hogy esetleg nem lettek normálisan edukálva arról, hogy léteznek mondjuk olyan Minecraft videósok, akik jók. Én például a szíriusos időszakban kezdtem el Minecraft Soha a büdös életben nem voltak ennyire igénytelenül szar Minecraft videók. Megnézem PewDiePie legelső videóját, ami, ami per pillanat Minecraftos. A legelső feltöltése vágás nélkül, egy egy zombit üldöznek egy kibaszott ilyen, nem tudom, egy kibaszott ilyen vonat, vonat szerelvényben, az igényesebb vanna, amit most te csinálsz jelen pillanatban. 2012. december 30-án csatlakozott ez a csatornád a YouTube-hoz. Azt mondta, hogy nem kaptál más referenciát azóta, nem. meg hogy a zsédavék más időszakban kezdtek el videózni. Hogy lehet az, hogy zsédava mai napig releváns tartalmat csinál, és nem lett... Megmondod, szerintem az a kemény maga, ami követi őt, szerintem. Százezer ember a kemény magjába, azt a kurva, hallott Fradi meccseken kéne lenni ennek a kisgyerek armadának, hogyha a zsédavnak százezer ember a kemény figyelj, magja. Figyelj, most én, figyelj, a csatornára, nagyon rég néztem meg, meg. Nagyon megtekintéseket csinálnálad. Most ezt nem izéből mondom, nem sértésből, csak ez egy Nem, tém. persze, 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 50 ezer, 50, 50, mi van pár százezres, de majd közel 500 ezer van mondjuk akkor megnézi 20% a videóját. Ez ugyanez a statisztika nálad is. 17 ezer, 20 ezer, 16 ezer, 16 ezer. Tehát még sincsen erre szükség ezek szerint, mert a statisztikákban nem látszik, hogy, hogy szükség lenne telekúrni 100 reklámmal egy videót, és igénytelenül felhasználni a koronavírust egy edukálatlan videóba. Tehát hogy ebben a videóban semmit nem adsz át a gyerekeknek. Semmit az ég világon. Még az, az az egyetlen üzenete a videónak, hogy hogyha koronavírus gyanúval bevisznek, akkor próbálj meg a karanténból kimenni valahogy. Tehát, hogy ez az egyetlen üzenete van ennek a videónak, meg hogy vedd meg a termékeidet, meg vegye meg... Jó, relatív. relatív... Mi relatív? Hogy érted? Szerintem hát, logikusan nem hiszem, hogy a gyerek kajak egy karanténba kerülne, akkor megpróbálnak is, mert egy, ezt látta egy Minecraft videóban, ez elég hülyeségnek hangzik. Nyilván valami. nem, mert ott vannak a szülei, meg százezer meg másik ember, meg az orvosok. De ez, ez a, ez a videó, ezt az üzenetet adja át. És nem végig játszás, de hm. meg ezt Tehát, hogy is lehet. Nem arról van szó, hogy a gyerek ki fog szokni a karanténban, megnézi a te videó, de, hanem az, hogy merre edukálód őket, arról van szó, hogy milyen referenciákat, Tehát ez nem úgy történik, hogy direktben lesz egy gyerek, aki azt mondja, mi, miután véletlenül elkapja a koronavírust, hogy én XP videót tettem, <laughs> és kitettük a karanténból. Nem így fog történni, baszki. Ezek olyan tudatalatti folyamatok, főleg azért, mert fejlődésben vannak ezek a gyerekek, érted? Szóval fejlődésben lévő szervezetről beszélünk, egy olyan jellemről, ami még nincsen kifejlődve. És ilyen üzeneteket, át, ilyen referenciákat, át, ez, ez így hosszú távon fog megragadni a személyiségébe. Ilyen referenciákat, adszát, miközben lehetnének igényes gyerekműsorok is a YouTube-on. És vannak a, is egy A tévéműsorok a tévéműsorok sem feltétlenül igényesebbek, de most akkor ezzel azt mondod konkrétan, hogy igénytelen videókat csinálsz, mert hogy ott vannak... Nem, a... de végül is egy mese sincs sokkal távolabb. Jó, persze jobban megvannak vannak vágva, jobban színészkednek, de végül is majdnem ugyanaz szinte. Tehát Milyen szempontból? Van. Tehát Ugyan, mondj egy közös, mondj, egy... mondj, 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 mondjuk, egy közös pontot a te videóid és a pindur pandúrok között. Ez csak egy nagyon, nagyon, egy nagyon cselekvés. Van mindig van, de nincs nincs <laughs> mi ez a nincs cselekvény! nincs cselekvés. De most mi, most mi... De nem, nem cselek, nincs, 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 nincs bosz, története bosz, a videónak. Tehát mi volt ennek a koronavírusos videónak a története? Végignéztük, végig szenvedtük együtt a, a, chattel, a chattel. Mi volt ennek a története? Nincs, nem, nem, nem ment sehova ki a történet. Nem volt felépítve. Nem de, volt de, szinopszisa. De, de, a, a, jáj, állj ki a jogaidért, az elveidért. Ha hát te úgy gondolod, hogy ez így van, akkor járj utána, keresd meg azokat és győzz. Tessék, most ez nagyon lekerekít te természet. De, de az, volt az üzenet, hogy állj ki a jogaidért is, és, és az elveidért is győz. Hol? Hova ez mi a fasz? Te most szopadsz, bazd meg! De ezt nem hiszem el, Jeci, hogy komolyan gondolod. Most hogy valami volt, nem tudom, biztos. Hát ez az meg. Hát úgy, ez Jó van. Jó, uh, jó. Hát nem tudom, XP, nem tudom, megmondom őszintén, fingom nincs. Jó, hát ezért nem kívánok sok sikert, megmondom őszintén, ez, ez nagyon rossz. Yeah. De most ezt talán komolyan csinálod amúgy? Tehát ez százszerzőjékig komoly? Hát ezeket a videókat. Mi az? Hát ami, ez, ez relatív. Mennyire lehet komolyan menni? Szóval, ha úgy hát, készítem, hogy úgy is egy gyerekmesét készítek, akkor persze, igen, komolyan veszem. De amikor leülök a kamera elé, hívom a haverokat, mert amúgy az nem egy bot volt, csak hogy megjegyzem, mondom, hogy egy ismerős sem Jó, gond, elrontottam, bocsánatot kérek. Tudatlan Lá, nem csak vagyok Minecraft-ban. Te... Ne haragudj. így akkor persze megvan az a cringe érzés, hogy ott vannak négyen, öten és hallgatják, hogy Úristen srácok, egy kórház van a Minecraft-ba. Azért persze megvan De, az a cringe. De van a haverokkal ezen röhögtök, és utána föltöltöd a videót a kisgyerekeknek, telepúrod száz reklámmal, eladod nekik a Ez... Úgy, úgy van, hogy például hogy egy általában ilyen 10 perces egy videó, és akkor az anyag, amivel megvágom, az általában ilyen másfél órás. Mert van olyan, hogy elmondok két szót, és röhögünk mindannyian, bazmeg. Szóval vannak ilyenek. Hát akár. beszarok rajta geci is, ezt nem fogod, de, de baszd meg, ez olyan, mint hogyha a gyerekeket, és ezzel röhögtök, hogy ez mennyire lesz. De utána feltöltöd irónia nélkül, kivágva a röhögéseket. Hát ezt csak ti öten tudjátok, hogy irónia, akik röhögtök rajta. Hát beszarok. Hát ennyire erő hát, milyen... én is csinálhatnám ezt az, mert, hogy a haverokkal rölgök, hogy úristen, de szar vagyok. Hát <laughs> ez mi? baj meg. Hát beszarok. én úgy van, például, hogy még a gyerekek élvezik és nézik, addig csinálom, mert élvezik, mert nem az van az egész komment De ez... több, De nehogy már beletegyél valami ilyen izé elvet mögé, hát beszarok rajta, csak sok pénzt keresel ezzel a szarral, meg a tervékeket eladod, meg benne vannak de a, a reklám. Visszafektetem, visszafektetem minden pénzt. De mi, mibe? Nem mondd, hogy erre te még pénzt is költesz, mert akkor én itt most komolyan lelépek. Ú, uh, várja, várja, mindjárt a setupomat, hogy mit vettem pont múlt, hogy én amúgy twitch is szeretnék befutni, de ez természetesen ilyen... Remélem, értelmes. hogy befutsz twitch ott nem tudsz sajnos kivágni a másfél órából a röhögéseket, <laughs> ez az <laughs> egy probléma van. Hát én beszarok. De mi, mi, mi mibe vissza? Meg a Minecraft-ot? Hát például pont, pont nem, például, ó, várjál, például, nem tudom, én a Discordon tudok képet küldeni. Például Tudj, ez az, az én setupom, mindjárt a, ott vettem például, most a széket, a mikrofont, illetve a, 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 a monitort. A én, látom, eloldáit. ez még szomorúbbá teszi a szituációt, hogy még normális cuccokat is vásároltál. És és jövő, én nem én az én normális tartalmat, hogyha megvan a felszerelésed hozzá. Hát ez a twitch kell főleg, azt szeretnék majd egy ilyen értelmes tartalmat. Twitch-en akarsz értelmes tartalmat élőadásban? vagy, megapod... Nem tudom, majd valahogy hogy a sors hogy már promózod a Twitch profilodat videók elején, az, ott még nincsenek élő adásai, csak előre bepromóztad? De hát, de néha vannak azért, hát én hetente egyszer. Körülbelül. És milyen típusú tartalmakat tervezel Loll, a twitch LOL, meg r De ott tényleg ott csak a fanalás És azt, azt gondolod, hogy akkor majd a felnőtt követő táborod majd át vagy az értelmesebb tartalmakra Twitchre? Az a Nincs nagy... felhős követő szám. <sínt> <laughs> akkor kik fogják azt nézni? Hát Ott én... egy új, új közösséget szeretnék kialakítani <laughs> És akkor ez így össze fog férni, ez a kettő? Hogy <laughs> itt meg koronavírusos vagy a Minecraftban? Hát bazzeg, te amúgy követed az aktuális híreket a világban? <laughs> hát amikor nem a szobában vagyok, akkor talán igen De hát itt. van internet, baszod Még kéne ezzet... ki... Kéne... <laughs> követni a híreket a szobádból is <laughs> Ez <De csin, kesszi>? nem <laughs> Most már kicsit itt a de beszélek, na várjál, szóval... <laughs> az nem családvarát, az nem családvarát. Bocs, <laughs> de hát nem mondtam, hogy mit, azt mondtam, hogy barack Na. Szóval, uh, mit akartam mondani? Szóval követem persze, hát most mondtam, Olaszországban is van vírus, most jött, vagy nem tudom. Vagy Há, ez a... Régóta van, tehát ez a koronavírus ez nem egy nátha, meg. Nem véletlen vannak kiakadva Ez... nekem, van egy Facebook csoportom, hozzáteszem, ahova kitesz nekem YouTube-os jelenségekről videót, meg képeket, meg témákat indítanak, tudod, gondolkodunk, ilyeneket szoktunk csinálni. Ilyen ah. közösségi szinten, több emberrel. És az a lényeg, hogy oda tettek ki most egy ilyet, hogy a te videódat rengeteg, vagy nem is rengeteg, de három-négy Minecraft videós megosztotta, hogy mennyire kibaszott. Nem már, hogy hozzák a nézettséget kik? Mondjad, meg ezt lehetnéd nézni. Ezt nem hiszem el. Hallott ezt nem hiszem el, hogy így fogod föl, ezt fel nem tudom fogni, de, ez, de, de nem ég ilyenkor, a, nem, de nem égsz ilyenkor, hogy... De, de negatív kontextusba hozták fel a videódat, hogy... Nem, nem, számít, nem baj, nekik voltak azok. De akkor miért tiltottad le a kommenteket és a like-dislike arányt, hogyha nem számít neked? Ja, hát, hogy a többi nézőimet nem befolyásolják. Azt láttam, de nem tudtam, hogy azért, mert izé valakik küldték. Akkor csak az? szimplán azt hitted, hogy a videód, és ezért... Igen, te... de igen, akkor kibefolyásolta volna a nézőidet? Hogyha hát maguktól a gondolták többi, azt... A többi, a többi néző. De hát azt mondtad, hogy nem tudtad, hogy ezt youtuberek megosztották. Hát bekerült a felkapott kategóriába, és gondoltam, jönnek emberk, hát ne, nem, hogy jön nekem. Hát nem, arra érde. gondoltál először, hogy bejött a clickbait cím? Hát ja, de most nem az a lényeg, de kik voltak, ez érdekes, klic, pár hát, nem Például nem ilyenek, érdekes. hogy zsidab, de most ellen mondtál önmagadnak, mert azt mondtad, hogy azért vetted le a like, dislike-ot, meg a kommentelést, mert hogy befolyásolják a nézőket. De azt mondtad, hogy nem tudtál róla, hogy a youtuberek megosztották, akkor Igen. a nézőik ne, ne befolyásol... nem, hogy nem a youtuberek folyásolják hanem a többi, a, az, akik rámennek a videói, arra az egy videómra, hát és ilyen az összes videó, csak akkor a koronavírust pizzával is helyettesíthetnénk a Minecraftos videóidnál. Zsidó nem is osztott meg semmit. Micsoda? Zsidó nem is osztott meg semmit. Nem? Csak úgy. Tudom, nem. megnézem most itt. Konkrétan meg tudom nézni, hogyha szeretnéd. Igen, de, de most, de most, hogyha neked ez reklám, akkor mindegy, hogy mit írtak, nem? Hát persze, csak, csak hogy van-e reklám, mert egy két hetes ja, Olyan, olyan reklámot kaptál, hogy szerintem egy, egy évig élni fogsz belőle. Olyan jó reklámot kaptál. Már én mindjárt oh, Itt van ki. Ne, lehet, hogy pont Zsédav nem. Over McKendry, Dogi Andy, Facebookon? és Zséd, de Zsédav is Facebookon megosztotta, hogy kurva gáz a videód. Ja, Facebook, a Youtube-on néztem, lehet a Facebook az, ami jó saját. Na, az, tőle. nem, az nem annyira jó reklám, ezzel egyetértek. Várja, a, a, te Facebook... Ö... Oldaladon vagy hol? Nem, a sajátjukon ezt nekünk csak mondom, van egy ilyen Facebook no, csoport. bocs, bocs. Nekünk bocs, van bocs, egy olyan. Facebook csoportunk, ahol kommunikálunk, beszélgetünk jelenségekről, amik a YouTube-on vannak. Barátokkal meg ilyenekkel? Nem, nem. Emberekkel, bárkivel, aki belép, ez egy nyilvános Facebook csoport. Csak simán internetes jelenségekről kommunikálunk. Nyilvánosan. Meg, meg lehet nézni ezt a csoportot. És oda valaki betette a print screeneket, hogy megosztották a te videódat ezek a nagyobb youtuberek Na, mint a többi Minecraft youtuber Akkor ezért jött erre most ilyen 35k megtekintés Hát de, látod még csak nem is a koronavírus hozta a hát ez is Ó a picső. Akkor Na, most bará, nem bará, tudom, nem az... hogy még terveztél egyébként Ilyen típusú videókat? Hát ugye mindig egy nappal előre dolgozok, holnap Hát eh, sokat egyébként? A sokat dolgozol egy videón? Hát van ugye négy-öt ember, aki megépít nekem a izét Nem, a nem, nem magadnak építed? Nem, már nincs elég, ma régen letöltöttem de most már nincs, nem találtam. azt mondod nekem, hogy azt az egy darab, 10 percet összarakott összerakott kórház nevezetű dolgot a videódból nem te építetted? Hanem mások építik neked ezeket is? Amik, öt, tehát ezeket a minimális szintű dolgokat is? Hát persze, mindjárt tudok küldeni egy linket is, várjál. Hogy ki ki, arról, ar hogy ar 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 kik építik? Igen, mert lá minden nap streamelik. De ha ezt te, te ezért fizetsz nekik, hogy ezt csinálják? Ö ez így nem teljesen igaz. Nem, Pont, te, ez ja, az... Én nem tudom, tehát ne, ne érezd azt, hogy ez egy, ez egy állítás volt, én csak kérdezem. Nem, nem, ez, ez olyan, hogy, hogy félig ugye a barátaim, és akkor így, így úgy fizetek, hogy... Fele barát? Akik. Mondhatjuk így? Mondhatjuk és akkor küldök neki egy skint, lol és akkor ez ilyen... Fizetnek, de nem is. Bartel üzlet, vágom, nem? Tehát, hogy így te is adsz valamit, ő is ad ilyen ellenszolgáltatást. Ja, el. ja, fogjuk rá, meg nem is azon, hogy mondjuk, oké, akkor három mappon küldesz ezer forintot, vagy valami, nem így, így... Ja. ja, persze, túsz. és akkor te is lolba skint küldesz neki, meg a pöcsöm tudja, és ja. akkor ők meg neked a koronavírusos videózam a, például a kórházat. Ja, meg el, eljátszák meg ilyenek. És akkor, ja, ők akkor a mellékszereplők, akik nem beszélnek. Igen. Na ne haragudj, muszáj orrat fújnom. Ja, csak nyugodtan persze, hát ne vicceljünk. Itt szabad orrot fújni. Itt még ilyen nincsen. Nincs ilyen szabályozó a csatornán. Jó. De közben akkor be is betegedtél ezek szerint. Le is betegedtél. Tegnap, tegnap este, amikor felkerült az a videó. Ez, 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 amúgy ez És a nem, de tényleg, hogyha most így belegondolsz, nem érzed egy kicsit sem gáznak így magadba ezt a dolgot? Tehát nem Én, érzed jogosnak? Milyen. Nem érzed jogosnak ezeket a kritikákat? Meg vélemény? Persze, teljesen, teljesen jogosnak érzem, csak hidegen, hogy... Szóval Tehát jogosnak érzed, de nem, nincsen rád hatással nincs, érzelmileg. Nincs, 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 Tehát nincs. ugyanígy fogod folytatni, ugyanezzel a stílussal, ugyanígy. Függetlenül attól, hogy mondjuk még Minecraft videósok is, akik alapjáraton a legkevésbé megosztóbb teremtmények a YouTube-on, még ők is leírják, hogy ez így nem túl korrekt, hogy így klikbételsz egy halálos betegséget ilyen ízléstelenül, vagy ennyire szar Minecraft videókat készítesz. Mert az egy jó, az egy szubjektív dolog, hogy szar Minecraft videókat készítesz. Lehet, hogy van 5 éves gyerek, aki nézi. Nem tudom, nyilvánvalóan ez egy más kérdés, hogy az szülői felelőtlenség, hogy ezt hagyják, de nem érzed kellemetlennek, hogy négyszer önpromózod magad a videó idején. Plusz egyébként még egy kérdés eszembe jutott, hogy amennyiben más közönséget akarsz a twitch akkor miért promózod be a saját videó idején a Twitch profilodat? Hát én kezdődök is. Hogy de akkor arra számítasz, akar... hogy ők nem fogják nézni majd? Nem, hát nem tudnak Twitch-akondat csinálni szóval. Hogy mit nem tudnak? Twitch akundat csinál, nem tudnak. Ja, hogy ennyire buták a nézőid? Nem ezt mondtam, csak hogy nem tudják. de mi, de tudják. miért nem tudják? Nem, nem, nem buták? Nem tudom, írnak Gmailt, hogy, hogy ő XP. De na, akkor csinál, nem, csinál nem, nem annyira csinál. értelmesek a nézőid, akik néznek? Én nem ezt mondtam. Én nem, néhány nem tud Twitch akundat csinálni. De van, aki tud. Van, aki tud. Jó, szóval csak már egy mondtam. általánosítva mondta, hogy nem tudnak a nézői Twitch accountot csinálni. Van, aki nem tud, akkor így mondom. Van, aki nem tud, igen. És akkor ezért promózod a videók előtt, hogy... Mert van, ja, aki... egy kis kezdőnek, és például most, nem tudom mennyi követőim van, így, ugye nem, nem, szokam, nem szoktam, nem szinte, szóval mondhatjuk, hogy nulláról szinte, ilyen 700 követő szerintem valahogy És ezt hány videóba kellett betenned az elejére, hogy ez összegyűjön? Hát ez már megy, vagy nyár közepe óta. Nyár közepe óta, wow. Hát mondjuk igen, hát null elélő adással nehéz. Igen, igen, igen. Hát reméljük azért, hogy ott maradnak, hát amikor, hát ha ameddig elkezdesz livestreameket csinálni, felnőnek ugye, és élvezni fogják a LOL streameket. De ez hát akkor egy tíz évet még késleltes szerintem a livestreaming. -e. Ja, 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 De hogy, ez hogy kezdődött nálad egyébként, ez az egész YouTube-ozás? Így már Ilyen, ezekkel a... bármennyire hiszed, én... Um... Ugye mikor nyitottam a csatornát, nem tudom, 2012 vagy valahogy úgy 13, nem tudom. Hát itt van a névjegyzékednél, 12. december hát, 30 13, igen. Igen. Hát akkor én ugye elkezdtem ezeket, igen. tudod, ezek a kezdő videókat, ez így ilyen... Valamint amiket most is csinálsz, nem? Nem, 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 nem. Azok ilyen normális videók voltak. Ja. Akkor még ugye nem volt az a ez a YouTube-on, ez a streamelés ilyen felkapott, szóval ha egy ember már streamelt YouTube-on magyar, akkor az mondja, Isten volt. Már azok még normális videók voltak, tehát közben lett nyire szar? Hát mi számít normális videónak? Tudod, ezek a kezdői, hogy nincs indexkép, Minecraft Hardcore első rész, és akkor vágatlan 480p-s videó. Hú, ha most olyanokat csinálnál, nem beszélgetnénk itt, mert nem lenne okunk rá. Na, na szóval igen, szóval ez, ez volt, és akkor ugye szereztem 100 feliratkozót. És akkor ugye én nem akarom ezt így de azt mondom, az első között voltam, akik YouTube-on elkezdtek, ha bár nagyon rossz minőségben streamelni és százan is néztek. Volt Szerintem ilyen. te indítottad el a streamelést a Youtube-on. Ne, nem, így, nem, így, nem erre kép nem felvágásképp akartam ezt mondani, hanem én úgy éreztem, vagy úgy, úgy gondolom, hogy szóval akkor, amikor ott volt, akkor voltam, akkor nem nagyon streameltek, akkor inkább úgy mondom. És volt olyan, amikor száz feladkozom volt, és akár száz en is nézték a nagyon rossz minőségű élőadásomat. Eljutottam 5000 feltkozóra, akkor már majdnem mindenki tud a streamelni, senki nem nézte a streamemet, senki nem nézte a videóimat, és akkor volt egy olyan pillanat... Öh a kaktusz ikletet meg, nem tudom. Úristen, a kaktusz ikletet meg, na itt, kész, itt, itt, már mindent értek, ha a kaktusz nevű youtuber megikletett bármire. Na ez, konkrétan, konkrétan prezentáltad a nézők előtt, meg mindenki előtt, aki most élőben mi a probléma ezekkel az undorítóan szar referenciákkal, mint amilyen a kaktusz videói, vagy a te videóid. Na és, és a youtube az mennyit, mennyire ikletet meg akkoriban? Mi azért, hogy a YouTube mennyire A YouTube-ról nevű YouTube csatorna. A youtube akkor még az nem volt, szerintem úgy. Ja, lehet, hogy te itt meg a csatorna. Vit, vét. Emlékszem, most viccen kívül mondom, volt olyan pillanat, amikor nekem több feladkozón volt a YouTube-rólnak, és ismertem őket. Aj, bámulatos. Egy különbségben őket már letiltotta a YouTube is, téged még nem. A lényeg az, 5000 volt senki, nem nézte a videót, és akkor volt egy olyan pillanat, hogy jó, megcsinálom az i az sorozat első részét. Ha jön rá, ez dermektekintés akkor folytatom a videózást, ha nem, akkor abba agyom, És nem tudom, valami 300 000 megtekintés van rajta, jött rá. Hát ha akkor így... alatt 300-szor is többen akarták, hogy folytasd, mint amennyien azt nem, hogy abba... nem, nem, nem így gondoltam akkor, persze. És akkor tértem át a. a hát a. Tar fajta tartalomra, a, ami a gyerekeket érdekli. Tehát már rájöttél, hogy ebben van a nézettség. Igen, és akkor az nyár én volt, és egy nyár, egy nyár alatt, egy, egy, egy év alatt összeszedtem ezt a 80 k Igen. 80 Tehát miután volt egy ilyen content típus, ami az élőadások volt, ami amúgy annyira nem, nem probléma. Semmi baj nincs fel, élőadásokat nagyon sokan csinálnak. Ez egy általános, ez egy általános Igen. tartalom típus. Kezdtek egyre kevesebben nézni, majd rátaláltál a... Rátálltál az egyik legnagyobb klikbétes Minecraft videósra, akkor amúgy még annyira nem volt, inkább csak félig, de, de én amúgy jóban vagyok vele, szóval én, és hát ami jóba vagyunk is. Hát meg gondoltam, persze, ne, nem, volt, nem volt kétség, hogy ismeritek egymást, <laughs> úgyhogy, és akkor ő, 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 volt az, aki megikletett, meg ezek a külföldi példák, hogy, 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 hogy ilyen dolgokat csinál, hogy valaki brutálisan megöli a falusiakat, de hogy ez még egy zsédav szintű szerepjátéknak sem felel meg ezek a videók, amiket csinálsz. Ezekkel mennyi időt dolgozol a vágásnál kb? Vágásnál Hmm, 11, 13, 4, 5, 6 perc, nem tudom. Micsoda? 10 valahány perc, 15, 15, 15 perc, alatt vágod meg ezeket a videókat? Hát igen, de amúgy, a, amúgy viszek kívül a kitalálása nagyon nehézséget okoz, mint a vágás. Na ez egy probléma. Na ez a egy holnop, probléma. A holnapi videó, nem akarok spoiler, az is hiszem mindenki erre Ne, vár. kérlek ne spoiler-ezt, mert én megnézem. Ne, készen állsz? Soha ne válasz rossz kocsmát a Minecraftba. És ez kisgyerekeknek ugyanúgy? Hát <laughs> erre a csatornára igen De ebben nem lesz semmi olyan Akkor mi? De, de miért? Miért? Mert ez érdekli őket, hidd el, én ezt már az pár évvel Erre kattintanak év, év magad... meg, clickbait címeket adsz meg, is szará Ez érdekli őket, hidd már Az éve benne van a kocsma szó, a koronavírus szó, a szerelmes lettem, különböző ilyen perverz emojis, minecraftos címek. Nem perverz emoji, nincs perverz nem hát, jó emoji, de emoji nincsen most pont, ezt én sem látok, ezt vissza is vonom, jó? De ilyen izé, az tele én. nyilazva, de tudod jó, hogy clickbait -e ez, tehát hogy nincs, ezzel, nincs ebben semmi nem, csak jobban teszik a színes kép a gyerekeknek. Mi jobban tetszik? Persze, mert még hát, az meg a formákat tanulják, ne idegesítsél már, hogy, hova kell a háromszöget helyezni, meg ilyeneket. És te uh, meg akkor jobban tetszik a színes kép a gyerekeknek. Dimenzió kaput. Legyek. Jó, dimenzió kaput nyitottál Minecraft-ba, hát beszarok rajtad. Dimenzió Aj. kaput. Utoljára az meg a izé, exercise bookos videóban nyitottak dimenzió kaput. Hát azt a kurva. Fú, de brutális. De te, büszk, te te, te, te büszkén meséled? Mi, mi, mit beszél, mit, mit mesél a büszkén? Hát ez az egészet, a munká... ezt, a, ezt az idézős munkásságodat, amit csinálsz a YouTube-on, hát te, erre büszke vagy? Hát, a követői, ahogy érted? Hát a követőidre, a nézettségedre, arra, hogy 15 perc vágással ilyen videókat tud csinálni. Még azt sem értem, hogy ha másfél órán keresztül vesztek fel egy videót, akkor hogy tud 15 perc alatt megvágni azt, hogy Tudod pontosan hát jól, hát hogy, tudom, hogy hol a vannak a Igen, meg hát, hogy ki tudom venni a, a hangsávból, hogy oké, ezek ez és... szerint... Ezek szerint... <coughs> Ebből lehet halni is. 45, 45 percen keresztül más sem csináltok, csak trollkodtok és röhögtök, és az ki van Igen, de a a mappot, meg ilyenek is vannak. A szeretét küldtetek ilyen... hát annyira nem, akartam. megmondom őszintén. oké, értem, gondolom. Annyira nem szeretném, mármint, hogy nem hinném, hogy szórakoztatóbbak, mint a videók. Ami a legjobban élve. Nem, nem, a kereset, nem a izé, nézik, nem a jó kommentek, nem a lájkok. Hanem a pénz. Esküszöm. Nem, mondtam, hogy az se. Engem egy, egy dolog, esküszöm, engem élveznek, élvez, hogy kritizálnak. Nem tudom, élvezek, ami pizé, Alott, vagy, én ez valami izé, Hallod, azért ne csinálj a tartalmat, hogy utána kritizáljanak, inkább csinálj olyan tartalmat. Hát Például most is én sírva rögtem, esküszöm meg, meg, a Ravencrux-os videóját, Isten, azt nagy ezerszer láttam, az kurva jó. Azért, mert te sem veszed komolyan ezt az egészet, tudod jól, hogy szar, amit csinálsz, nem tudsz érvelni mellette, tiszta vagy vele, hogy igénytelen, tiszta vagy vele, hogy röhelyes, tiszta vagy vele, hogy átbaszod a gyerekeket, de nem tartod problémának. Nem érzékeled, hogy ez probléma, ezért röögsz a kritikán is, mert ugyanúgy nem érzékeled azt sem problémának, hogy ezek a videók elkészülnek, mint azt, amit te csinálsz a YouTube-on. nem... jó fej vagyok szépen első. Nézek. egyszerűen nem fogod föl. Nem fogod föl az alapját ennek a beszélgetésnek szerintem, meg annak, hogy most itt. Te komolyan élvezed azt, hogyha emberek azt gondolják a tartalmaidról, hogy igénytelenek és rosszak. Ez motivál? De, nem, nem, nem tudom. Én nem azt tudom, hogy motivál. Én ezt, ezt én élvezem. De hát nem tanulsz ezekből a beszélgetésekből. Nem tanulsz a kritikából. Persze, Ugyanaz... hát én ó, is beszélgettem már sokszor. bár ott amúgy elég nagy de Szidárba akkor miért se folyamatosan? Azért, hogy még többen hát kritizáljanak? Hát hát meg... le fog tiltani a YouTube a picsába, hogyha így folytatod. Le fog tiltani a picsába a YouTube. Hát ezt nem mert, szépen... miért tiltaná? Hát a YouTube-ot is letiltotta. Hát jó, mert ott loptak a indexképeket, meg tartalmakat, az enyém nem lopott. De meg kis gyerekeknek készítesz videót, és telekúrod száz reklám, ez ugyanúgy szabályt szeg. Miért? Mert a van egy ilyen segindé? törvény a YouTube-on, közösség irányelv. Október-november körül vezették be. Be kell jelölnöd, hogy gyerekeknek készíted a tartalmakat. Bejelölöd? Nem tudom, nem. Hát ez konkrétan az új YouTube stúdióban ott van, mint felület. Egy pipát. Én a régit használom. De a réginél jelzik, hogy be kell jelölnöd és az új felületre irányít át. Ott van minden egyes feltöltésnél ez a megjegyzés fölül. Hm. November körül jött. Nem, ne, most nem mondnád, hogy hm. tele volt a YouTube ezekkel. Honnak a... Én, mert a YouTube stúdió YouTube például alapból megnyitja. Tehát ahhoz, hogy a YouTube stúdióról visszairányítsál az alkotói stúdióba, meg kell nyitnod a YouTube stúdióját, az új felületet. Ott alapból igen, figyelmeztet igen. erre megjegyzésben fölül. Majd átirányít szóval, az alkotói a stúdióba. Stúd. YouTube-tól érkező összes e-mail Amikor éven. feltöltesz egy videót, ott van megjegyzésben a videó feltöltése fölött. Ez a megjegyzés a YouTube-tól, hogy gyerekeknek készült tartalom esetén a törvény kötelez arra, hogy ez bejelöld, mert különben pénzbüntetést kaphatsz, hogy ezt nem Kajak, mi a fasz, itt írja Ezt most. hogy most vetted elő, most vetted észre. Ez <laughs> én mindig ha... a régi stúdióra. Hónapok óta először most vetted észre, hát törvény a Youtube-ot, hogy ezt megcsinálják. Figyelj el, hogy mi milyen fasz. Kajak. Ez milyen jó ez a beszélgetés, köszönöm szépen. Hát ebben az megvágott, hogy 10 dollár körüli összegre büntethetnek, hogyha ezt nem csinálod meg? Tiszta vagy? Ja, persze ezekből a videókból bőven rá. Vágom. No, már mondom, én mindig félig azt gondolom, hogy trollkodsz. Mondd, hogy csak trollkodsz, és akkor megnyugodtam. Nem, nem trollkodok. Ez nem Na nem. tényleg, légy szép, hogy csak. Kívül, nem, most ezt nem tudtam most. De nem csak csinál, ezt, kívül. hanem hogy az egész beszélgetésben mondod, csak trollkodsz. Nyugtass meg trolkod. mindenkit, aki nézi. Mire gondolsz? Mondd, hát arra, hogy ezt gondol. nem gondolod komolyan. Tehát, hogy érted a problémát, érted, amit mondok, felfogtad. Persze, hogy értem, bazd. Nem Hát jó, Csak meg, meg, meg kell nyugtatnod ezeket a Fent marad ez Youtube-on, szóval nem mondhatok semmi eget, de Én ezeket Most a live-okat ahogy... Van. De nem, ne, inkább azt mond, mint amiket mondtál, megmondom őszintén. Még hogy ne, nem is gondolod ezt, mert azok, amiket mondtál, lehet, hogy rosszabbak, hogyha fönt marad Youtube-on. Bár a live nem szoktam fönt hagyni egyébként, de... De mond, mond hogy, de mond, hogy érted a problémát, Mondd, Persze, hogy, hogy csak nem. hogy egyszerűen a karakteredet meg kell tartani, mert a kisgyerek rajongóid, akik elfogultak, képtelenek lennének feldolgozni, hogyha kizökkennél a karakteredből. Így igaz, így igaz. Na, de, mo de ezt most komolyan gondoltad, vagy csak, meg vagy csak most trollkodsz? Nem, kajak, esküszöm, értem a problémát, csak nem fogok rá, hogy változtatni, nem érdekel. De, mi de, miért, nem, de miért nem változtatsz? Egyszerűen megpróbálnád azt is, hogy ez a Minecraft közösség értékelje a munkádat, és kicsit idősebbet nézhetnének esetleg, vagy minőségi videókat csinálhatnál gyerekeknek. Nagyon számtalan lehetőség van, hogyan youtube youtuberként. Miért nem próbálod meg, hogy egy picit jobb legyél? Ez annyian kérték tőlem, mert nincs energia. Biztos, annyian kérték és... tőled, mert bazd meg hát meg igénytelen szar videókat készítesz hónapok óta. Most jutott, most jutott el az agyadig, hogy van egy törvény a youtube-on, amit be kéne tartani. Hát három hónapja történt. Hát megidegesíts ah. már. Olyan, menik, én már vacsora, szóval... Jó, akkor ja. mi rosszabban menni kéne, mert kész szóval... Jó, figyelj, jó bulást kívánok neked, kösz, kösz, a betegségedből, hát... És nem náthából is. Éjjel hát... <laughs> <laughs> Jó, ez vicces, ez vicces volt, nagyon, nagyon vicces. Szóval, Most nem baj, vicces voltál. Pont, mint a koronavírusos Minecraftos videó, az is vicces, nem igénytelen, <laughs> meg nem gáz. Egyébként még egy gyors kérdés, valaki a családodból nézi a videóid? Dehogy? Nem is tudom, van egy 9 éves testvérem. És De ő hanem. nézi? Dehogy nézi? Nem is, nem is hagynád meg, hogy nézze a te videóidat. De, 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 hagynám meg. meg nem nem tudom, az tiltanád el a videóitól? Nem, csak egyszerűen már neki is cringe vagy, nem tudom. Kilenc, a 9 éves öcséd is szarnak gondolja a videóidat. <laughs> ja, ja, ja. Wow, az kemény. Hát ő... Lehet, hogy ő csak így Nyilván mindenki irigy. Hát én, én, én vagyok a legirigyebb arra, amit csinálsz, szerintem mindenki közül. De Na, lehet, hogy itt a komment szekcióban a cseten vannak még nálam is irigyebbek, mindjárt kiderül. Jó, hát hagylak akkor, bocsi, hogy feltartottunk. Na, kány, é, nem, kány, de én élvezem ezt a beszélgetést, kurva jó volt. Na, Na csinál. nagyon állat beszélget. Remélem ugyanígy minden megy tovább majd a csatornádon holnap. Persze, persze, remélem még beszélünk azért majd, ezt megismételhetnénk. Hát ezen mit ismételjünk meg? E -e hát, Ezzel hát, mit? A... Ugyanilyen tartalmakat fogsz készíteni holnap Igen, is. és ugyanúgy és próbálsz meggyőzni, hogy ne. Nem próbálok, ne, ne, most csinál. sem akartalak, te reagáljak a videódra. Most mondom hát, el neked, és nem próbálok meggyőzni, mert én nem kattintok magamtól ilyen videókra, csak hogyha élő adássak, vagy, hogyha a YouTube videót. De a te csatornád nem ér annyit, hogy külön YouTube videóban foglalkozzak veled. Nem és te csinálok egy family maker rendet? Csináljál, bazd meg. Szerintem Barszal nagyon sok hat évessel megismerteted, majd tíz év múlva megértik, hogy milyen videókat csinálok. Lehet, hogy adnál nekik normálisabb referenciákat. Csináljál rendet, bazd Csapassod a rendet. Én is egy geci nagy renter vagyok. Na jó, akkor csa! Ciao. -csá.